Najdi Hó, Kalmár Nation, ez itt a 167. podcastünk a sorban. Megérkeztünk, Szimiko Máté a vendégünk. Szia, mert, Máté. Hogy... Szia, Máté. Szia, Máté. Szépen, Miki, Mert hogy egy nagyon aktuális sztorit hozott, már majdnem nem lett aktuális egy héttel ezelőtt, ugyanis a Dunatale Teraz Grande és a készépítő vitájából nagyjából 790 lakásnak a tulajdonosai maradtak eddig hoppon, majd remélhetőleg lassacskán csak be fogtok tudni költözni. Viszont ezt a sztorit fogjuk kielemezni, hogy hogy kerültetek ide, mi volt az ellen, vagy a szembenállás a két cégnél, illetve hogy, 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 hogy lehet az, hogy 2024-ben több ezer ember vár arra, hogy bekö... Hogy... Szóval, hogy egy ilyen kicsit felháborodott sztori lesz, igen, hogy a saját hazámban. Egyéb ilyen tüntetős, ilyen mémeket tudnék elő. Nem el, a Szálljunk talpra, és akkor megyünk a sztoriba. <sorvist> <sorvist> Dunateras Grande. <sorvist> igen, szóval, hogy ilyeneket, ilyeneket, lehetne előszedni, és erről fogunk beszélni, meg kielemezni, készültünk videnyóval, azt is majd be fogjuk játszani, nagy nehezen összekapartuk. Úgyhogy ez lesz most. Na de, kik vannak itt? Görzsöny Péter. Szia, Szű, csatilla! És jó magam! Csorba Dán! Szia a Dániel! Föld! Hey, Mindenki sem csel, vagy se tukmáló ne per személyennél sokkal jobbak vagyunk, ez itt a három kamár, mutatkozunk, Kölsönyvétel, szűr csatilla, csorbot Dánijel, ez itt a kamáró.

Egy-két uh -huh. lufi bejön, vagy... Na, Na szóval kezi. visszatértünk. Nem tudom, hogy ti csicsettel készültetek. e azért van? Egy gyors közérdek. Uh, hát, a hát a legfontosabb, gyerekek. Tökény. Május 31-én barbecue, ingatlanos barbecue party. Nagyjából egy olyan, amit így beszéltünk meg a, a nyuszi és üzletfelei, illetve mi meg, akik már vettek egyet, egy olyan húsz jegy az már kifingott. Összesen 99 hely van. Még nagyon nem reklámoztuk be egyetlen egy ott tettünk ki a Kalmár kantinba, azt se tudom, hogy annak mekkora lett az elérés, azt láttam, hogy egy ilyen 70-80 like az jött, meg talán egy ilyen 100 körüli ember jelzett, hogy érdekli, egy olyan 20 körüli, hogy, hogy, jönne, vagy hogy mindenképpen ott lesz. Minden esetre, hát még van az a két, két hónap. hónap, hogy vegyetek rá egyet. Jegyed? A helyszínen nem lehet. Tehát ezt, ezt most mondjuk, ezt hogy ne lelobogtass egy huszaskát, az nem érdekel minket. előrevedd meg, ne gyere oda, ha nincs jegyet. Köszi. 40-nél már elgondolkodunk. A 60-nál már meet and van. Igen. 80-nál meg... Az 100 a meg a Peti vissza a tojtoj mögé. És akkor Igen. Igen, szóval, ahogy van, azt Hülye. már leszpoilereztétek, hogy 20 Rudi a, a, a belépő. Igazából ez nem belépő, mert nem lehet így fogalmazni, mert ezt összegyűjtjük, és közvetlenül rögtön odaadjuk a, Pontosan. A, 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 szervez helynek. a helynek. Nem igen. meg a lóvét. a barbecue arról, mi lesz benne. Igen, tehát lesz egy barbecue, lesz egy nagy smoker, ott csinál a helyi szakács, a szakács úr, hogy a, a, tulajdonos, akit egyébként ismerhettek, mert hogy csináltam róla a YouTube vlogot, egy, egy punkzenésznek punk zenész. punk a, a kastély, Sőt, a, a Barca kastély, Pest megyében, nagyjából így ért kifelé az nem egyesen. Nem egy, olyan, egy, egy öt perc. Ja, öt percre van öt azért. Érd, érd mellett van öt perc. Tehát, hogy a, hogy, a 11. kerület határától mondjuk egy 15 percre lesz, nem egy nagy szúcs, kurva jó ha hely, hatalmas nagy, nem tudom, talán egy hektáros, vagy fél hektáros, na, nem, az legalább egy hektár. Több az, igen. igen egy, egy, hektáros terület, ősfákkal van egy hatalmas nagy 200 éves, aztán talán gesztenyefa, egy tóval, ahol lehet fürödni, és hogyha érdekel, hogy mennyire, egyrészt néz meg a dokut, másrészt meg például az HBO-nál, meg rengeteg más műsort is forgattak ott, de a Labum Partit azt ott csinálták, egy csomó ilyen, underground zenész az ott tartott bulit még annó a Covid idő alatt, és, és szerintem tök jó az a film, 20, 25 perces, azt is meg tudod nézni, és ott fogunk, illetve ingyen piát is tartasz, de csak alkoholmentes, és, és korlátlan kaja nyilván. Korlátlan kaja, korlátlan ital, kivéve az alkohol, mert hogy sokan nem iszunk, én se iszom többek között. Hát meg sokan vezetni fognak. Meg híván, sokan vezetnek. Nem helyetted? majd igen. Van ott, tehát piát ne hozzatok, tehát lesz ott bár, tudtok venni bármit, mindent is. Nagyjából ennyi lesz, DJ. Kb. ennyit áll az összes lé, ami be fog folyni, hogyha nem leszünk 90-90, bár mondjuk szereméljük akkor egy kicsit zsebbe húz, nyúlunk. Nem, de hogyha, annál, leszünk a ha leszünk 99-en, akkor... Mert nekem öten kompontja. szóltak, miközben jöttem ide, hogy jönnének. Hát utaljanak Na, szépen, hogyha nincs ezzel baj. Úgy, és ez nem olyan buli, hogy egy héten hamarabb odamész, elásol egy pálinkát a területen, és akkor majd utána kiveszed a föld alól. Jó? Igen, Tát, ez így, nem a Sziget. Ez nem a Sziget Fesztivál, hogy össze-vissza piát a piáterre. De figyelj, nem? ha, hát, ha ezt jól megteszed, én, ha ennyire... Úgy érzed, hogy már előre gyötör a, a belső késztetés, hogy akarsz jönni, és te képes vagy két hónappal előtte elásni pálinkát, én ingyen be Nézd már, nézd, téged. nézd, nézd, nézd. Nem már megint. játékoztunk. De... Mondtam én, hogy nem nyúltunk hozzá legutóbb is, és de egyéb... jött nem én Szerintem akkor viszont a kamerába van beállítva valami. Mert hogy láttam a léjeren, hogy a léjér mögé bújt be, és akkor az valószínűleg csak ott. Nem baj, hagyd menjen, én imádom ezeket a random effekteket. Ezeket... menjenek lenni. Mert egyszer újra kellett kezdeni, az előbb léggömbök mentek, most valami tűzi játék ment. De remélem, hogy belovagol a következő csillámporos póni lesz egy, egy szarúval. Csillámfasztál majd keresztül itt, itt Kb. amit cuccot nem látok, az nagyjából egy ilyen ezzel a holdra le lehetett volna tenni a gépet mondjuk így 40 évvel ezelőtt. Hihetetlen mennyiségű kábel van itt a lábunk alatt, meg, software, meg hardware, úgyhogy hát ezt majd kibogozni, hogy honnan jönnek ezek a hülye effektek, azt már, vagy kommentbe írjátok meg. Na! Ez a, a igen, inkább a, a témával foglalkozunk. Hogy volt ez? Máté, <laughs> be vagy dobva a mély Szóval maga Kicsit közelebb a mikrofon. Bocsánat, bocsánat. bocsánat. Pró próbálok odafigyelni. Igen. Szóval maga a beruházás az 2020-ban indult. Ha minden igaz, akkor, akkor, kezdődött maga az építkezés a kész ZRT és a Dunateras Grande között. Mi magunk a feleségemmel 2021 végén, 22 elején találkoztunk vele. Ez a 13. kerületben van a Fókaöbölnél, ez a Marina, euh, part. Marina part. része valóban és és mai napig tart hivatalosan az építkezés. Ez ez a, ez a short version. Uh -huh. A hosszabb verzió az az, hogy elindult az építkezés, a műszaki átadás időpontja az 23. márciusa lett volna. Ez csúszott több mint fél évet, ugye maga a műszaki átadás az lakásonként történt, tehát volt, aki mondjuk szeptemberben kapta meg, volt, aki csak novemberben ezt és aztán a használatba vételi engedélyt azt novemberben kapta meg az építkezés, és rá nem sokra meglett maga a társasház alapítás és az albetétesítés is. Már ha minden igaz, közjegyző. Hogy is hívják a. Közjegyző? Nem közjegyző, hanem aki, aki magáért a társasházért felel. Közös, közös képviselő. Mert képviselő. közös képviselőnk is van, nem tudjuk, hogy kicsoda és jelenleg ott tart a történet, hogy januárban felmondott, tehát már a használatba vételi albetétesítés minden után felmondott a Duna Grande a késznek, és ez volt azt hiszem január 10-én, mi erről kb. két hétre ráértesültünk. Nekem az volt az első gondolatom, hogy biztosabban hagyják a munkát, és levonulnak, és ehhez képest nagyobb erővel, mint valaha kezdték el tovább javítani azokat a még meglévő hibákat, amik voltak. Ez, ha minden igaz, a mai napig tart, és a kész gyakorlatilag vitatja a felmondást, illetve magát a szerződést, amennyire mi értesültünk, és ennek következtében mai napig nem adja át a birtokot a Dunaterasz Grandénak. Tehát a lényegi kérdés jelenleg, ami miatt padhelyzetbe kerültünk mi, mint vevők, az az, hogy a kész nem adja vissza a tulajdonosnak, a Dunaterasz Grandénak a területet. Tehát ez egy birtokjogi kérdés igazság szerint ami miatt azt gondolom, hogy ez nem csak minket, de egy picit nagyon abba ment el a, narra, vagy nem picit, hanem nagyon abba ment el a narratívánk, hogy, hogy ez egy új építésű, és nem szabad olyanba belemenni, ami még kés sincs. De igazság szerint szerintem itt az a lényeg, hogy ez akár egy használta is megtörtént, és szerintem igazság szerint ti tudnátok legjobban megmondani, nektek van a legtöbb tapasztalatotok abban, hogy ez megtörténhet akkor, hogyha kiadsz egy lakást, Nemrégiben volt egy ilyen cikk az érdi vá... egy érdi vállalkozóval, aki ott vett 180 millió forintért azt hiszem egy házat, és az előző ilyen foglalkoztunk a témával, mi is igen. Igen nem kapja és... meg az előző eladótól, igen. Pontos ugyanez a helyzet, van egy tulajdonos, és nem tud birtokba kerülni, csak hosszú procedúra. Vége. Ez egy két, két különböző dolog, a bérlő van a lakásban, meg az az érdi de... történet, de alapvetően a felvetésed nem egy rossz gondolat, mert hogyha ö, vásárolsz úgy, mint vevő egy használt ingatlant, amiben a korábbi tulajdonosnak a, a bérlője lakik benne, és akár bármilyen ígérvényt kapsz, hogy hát ő folytatólagosan bent marad, vagy valami, nem szabad, mert a birtokon belül marad a bérlő, Tök mindegy, hogy lejártnak a bérleti szerződése. Az egy polgári perben lehet azt vitatni, hogy a korábbi tulajjal ő mennyire jogos volt a két közti vitakinek van igaza, viszont addig, amíg ez nem lezáródik, addig ő nem fog onnan kimenni, és megteheti. Szóval a te felvetésed abban az esetben, hogyha ez egy használt ingatlan, és a korábbi az eladónak a bérlője még benne lakik, addig ne vásároljátok meg, ne legyen szerződéskötés, amíg a bérlő ki nem költözik az ingatlanból. Jó, és de ez annyiban hasonló eset, hogy itt nem bérlő van, ugye, hanem építető, aki ugyanúgy a birtokban van. Az Tehát ilyen szempontból teljesen egyforma a eset van, azért nem kapja meg a tulajdonost. A belüliséget nagyon erőteljesen védi a jog. Igen. Az azt ez jelenti, ha te küszöbön belül vagy, onnantól kezdve már olyan jogok illetnek meg, ö, ezt egy jogász tudná pontosan megmondani, de gondolom ezt azért, mert körbejártátok elég pontosan. Igen, tehát azért 790 lakás, nagyjából 1500 vevő vagy jövendőbeli tulajdonos, van köztük sok jogász. Hát sőt, most már szó szerint tulajdonosok vagytok. mert mondtad, hogy meg volt az albetétesítés is, tehát már papíron, tulajdoni lapon is ti vagytok a tulajdonosok. Nem, nem még nem vagyunk tulajdonosok, van, aki tulajdonos, tehát itt azért két csoportja van a vevőknek, uh -huh. az egyik, aki teljesen készpénzre vette. Ha jól tudom, és azért sok minden, amit most el fogok mondani, ez hallomásból származik, tehát azért úgy kezeljétek, kérlek, de nagyjából a 790-ből 200 lakást készpénzre vettek meg, uh -huh. és a maradék nagyjából 600-at vettek meg hitelre. Ugye, kb... Volt egy projekthitelező, és akkor tőle lehetett csak fölvenni? Nem hitel, ingatlan hitel. Értem, igen, én de csak maga projektitelező A projekthitelező az az OTP volt, OTP igen, volt. igen, tehát ők uh -huh. a harmadik fél, akinek majd lesz a relevanciája ebben a történetben. Uh -huh de nagyjából úgy néz ki, hogy 600 ember vett fel hitelt, illetve mindenféle ö, támogatást. Ö, ha visszagondoltok, nagyjából két évvel ezelőtt volt zöld hitel. Ugye 21 vége, 22 eleje Ú, volt ez. Csomóan felvették a zöld hitelt rá. Többek közt mi is. Meg a csokot. Meg a csokot, meg az illeték, meg az átma visszatérítés. Tehát csomó minden benne van. És, ö, és akiknek hitele van, vagy csok, vagy bármi ilyesmi, az még nem tulajdonos. Rajta van mint... Szélyedjön, mint hmm. Pontosan, ezt, ez, erről is voltak, nem fogok minden részletbe belemenni, de többek közt ezzel is voltak problémák, hogy ez elvileg csak november végéig voltunk rajta. Most ezt meghosszabbította a legtöbb jövendőbeli tulajdonos május végéig. A lényeg, hogy ők ne, jelenleg nem tulajdonosok. Azok, akik készpénzes vevők, ők most, tehát konkrétan a napokban válnak tulajdonossá, ez is az egyik probléma, ugye hogy a Dunaterasz papíron jelenleg a tulajdonos, mi csak a jövendővevők vagyunk, és ezért magának a Dunaterasznak kéne először birtokba kerülni, és hát utána tudnának nekünk Pontosan így van. Átadni. Egy gyors van, kérdésem így van, van. van. Ö, akik hitere vásároltak. Ugye mindig a bank fizet utoljára, ez egy alapszabály. Igen. Ott ö, jelen pillanatban. A bankok, akik hitere vásároltak, náluk még akkor nem fizettek, visszatartják a pénzt emiatt, vagy már a teljes összeg átutalásra került? Az OTP, -e azt ha olvastam volt, is, hogy, volt, ezt mondták, volt, cik, hogy... A legtöbb hitelt OTP-nél vettük fel. Azért hmm. is, mert ő a hitelező bank, tehát a szerződések igen, könnyebben úgy, átment. úgy írottak pontosan, hogy ez az OTP-nek megfelelően a többi banknál módosításra lett volna szükség. Nem tudom, hogy van-e OTP-n kívül valaki, aki másnál vett fel. Feltételezem azért a hitelek nagy része az OTP -s. És ő erről, tehát most volt kb. három héttel ezelőtt egy ilyen lehetőség. A Dunaterasz vetette fel, hogy aláírhatunk egy nyilatkozatot, ami a szerződésre lenne hatással, amiben abban megyünk gyakorlatilag bele, hogy a birtokbaadást nem tudják garantálni a jelenlegi helyzet miatt, de a tulajdonlapon a nevünk rákerülne az ingatlanra, tehát tulajdonossá válnánk. Uh -huh. Ez korrekt. Korrekt lehetne, korrekt. csak ha belegondoltok, akkor a bank részéről. Adnál olyan pénzt olyan ingatlanra, ahol nem biztosított az, hogy te pénzednél maradsz, ha mondjuk a, a hitel felvevője nem képes, vagy nem fog fizetni? Igen, nem, csak ö, nagyon jó a felvetés újra, viszont a bank az azt fogja nézni, hogy te a tulajdoni lapra rákerültél el. Nem csak ezt nézi. Nem csak ezt nézi? Nem, és pontosan ezért nem is utal. Tehát most az OTP kiadott egy ilyen nyilatkozatot, hogy ők amíg ez Bizikusnak meg nem oldódik, tartják. Egyrészt rizikósnak tartják, másrészt valószínűleg van bennük egy olyan szándék, hogy ezzel rákényszerítsék a két felet arra, hogy megegyezzenek, vagy legalább a birtokba adás megtörténjen, és utána... utána... Nem, nem hülyeség, nem rossz vonal. Nem, nem feltétlen. A probléma ezzel az, hogy a szerződésünkben van egy olyan rész, hogy és akkor itt megint egy pici részletet azért belehúznék, hogy több részletben kell, mint gondolom a legtöbb ilyen új építésű projektnél egy kifizetni jelenleg ott tartunk, hogy várjuk azt, hogy kiértesítsenek minket hivatalosan arról, hogy a társasház alapítás megtörtént. Ezzel ez, mi tisztában vagyunk, ez egy nyilvánosan elérhető adat, de a szerződés szerint minket ki kell értesíteni, ez és, nem történt a meg. és ez nem történt meg, mm. és akkor utalhatjuk el az utolsó részletet, illetve akkor kérhetjük meg a bankot, hogy utalja el az utolsó részletet. Hihetetlen, hogy ilyen, ilyen kis... kis, kis baromságokba kapaszkodnak bele, azért, hogy feltartsák ez, az egész ügymenetet. De várjál, ez nem, ez mire nem gondolsz, véletlen. hogy baromság? Hát persze, hogy nem, várjál, persze. mit értesz az alatt, hogy kis baromság? Hát, hogy direkt beletettek egy ilyen kvázi saját maguknak egy védelmet, és pontosan tudták azt, hogy ez egy olyan fajta védelem, amit ha ők nem tesznek meg, akkor azzal feltartják az egész ügymenetet. De, most a, hát de nem is gondolsz erre, amikor Attila, nem kell beletenni semmit a, a szerződésbe, bocsánat, ha te, mint egy Kivitelez vagy építető cég, vagy kivitelező ugye, aki csinálja azok kész, mm. és te nem vonulsz le a területről, ugye, mert ennek van egy feltétele, hogy a, el tudja venni a, a grande ezt a területet. Nem vonulsz hanem effektíve ott vannak a munkások, és bérelsz egy biztonsági céget, aki napi 024-be a küszöbön belül van most. Tudom, hogy nagyon butántnak tűnik, amit mondok, de erről beszélünk. Ha a küszöbön van egy biztonsági cég, akit a kész az már, birtok, az, hát az már gyakorlatilag, ennyi az egész így van, jelenleg. nem tudsz mit csinálni, nem kell beletenni a szerződésbe semmit. De ennyi, tehát ez jogos. És már tudod, lejátszották igen. az elmúlt 30 évben Magyarországon ezeket a birtokvitákat? Szerintem az mondjuk talán lehet, hogy egyértelmű, mondjuk az ingatlanos kollégáknak, de akik hallgatnak, azoknak lehet, hogy nem, hogy ki milyen viszonyban van. Mm. Tehát, hogy egyrészt te vagy szerződésben a Grandéval. Pontosan aki uh, szerződésben van. De nekünk hogy... a tulajdonosoknak a késze semmilyen Így kapcsolat. Igen. Sem. Viszont És... a kész az, aki nem vonul le. Pontosan. Tehát, hogyha nektek bármilyen, <coughs> hogy is mondjam, még nem tudom, hogy, 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 hogy hol tartotok itt a megoldások terén, hogy pertársaság, stb. stb. Mm. hogy erről egy kicsit tudnál beszélni, itt a, először a viszonyokról, aztán hogy hol tartotok. Persze. Ö... Még reflektálva ja, arra az egy mondatra, hogy küszöbön belül vannak, valóban ez a probléma. Ezért is gondolom, hogy van összefüggés azzal az érdi vállalkozó esettel, meg nagyon sok más hasonló esettel, és ezt is nem akartam őszintén ebben ennyire otthon lenni, de most már kezdek, és és azt gondolom, hogy az, hogyha pláne ti azt mondjátok, hogy ez az elmúlt 30 évben így volt, nem biztos, hogy hát sokan sok ilyen birtokvitát láttunk, igen, alatt. igen. Hát túl sokat. És éppen ezért is például a héten írtunk egy nyílt levelet Lázár Jánosnak, illetve elindítottunk egy petíciót, aminek pontosan az a célja, hogy a jogalkotó egy picit próbálja meg ezt a tulajdonosok szemszögéből nézni. Tehát én, én azt gondolom, hogy magának a birtokjognak, és tényleg nem vagyok jogász, és nem is szeretnék jogászkodni, de Morális szempontból talán annak van értelme, hogy egy magánszemély vagy egy természetes személy ne lehessen kirakni különösen téli időszakban a birtokból, Ugye van ez a kilakoltatási moratórium, ezt meg tudom érteni. Viszont az, hogyha egy cég az, ami konkrétan bent van, tehát nem lakják azt az ingatlant, hanem egy biztonsági cég vagy egy építető csak van bírtokban belül, per. világos, csak ugye az, az jelenleg a gyakorlat, hogy én, mint tulajdonos, vagy a Dunateras, mint tulajdonos perel, hogy azt kirakják. Miért nem az nem. működik, hogy őt kirakja a rendőrség? Mert én laikusként azt gondoltam, hogy ilyenkor felhívod a rendőrséget, hogy az én tulajdonomban van valaki, akit nem akarok, hogy ott legyen, kijönnek és kiviszik. ez, De nem. ez nem így van. Az, az a baj, amit De te mondasz, mondasz után, most ebből a kérdésből picit beleúszunk, hogy bármelyik félnek, hogy a jogalkotó ilyenkor azt nézi, hogy lehet egy olyan szituáció is, ahol a birtokon belülinek van igaza. És amit te mondasz, hogy rakjuk ki, aztán majd utána pereskedünk, effektív az ugyanolyan rossz tud lenni. Ebben az esetben... egy érvem van amellett, hogy miért lehet ez jobb és persze bárkinek lehet igaz, én nem akarok igazságot tenni, nem is érdekel őszintén szóval, hogy most a késznek vagy a Dunaterasznak van igaz, aminket az érdekel, hogy mi kulcshoz jussunk. Egyetem. Jelenleg én azt gondolom, hogy azért lenne értelme a másik verziónak, ami eltér a jelenlegi 30 éves gyakorlattól, mert ha belegondolunk arra, hogy mondjuk nem egy Dunateraszról és egy készről van szó, hanem egy tulajdonosról, meg egy bérlőről. A bérlő nem fizet, talán hallottam nálatok is, hogy volt erről szó, hogy mennyire nehéz kirakni egy nem fizető van, bérlőt. Jem, melyik a valószínűbb, hogy a nem fizető bérlőről tud majd a tulajdonos valamilyen kártérítést behajtani, vagy a tulajdonnal rendelkező tulajdonostól tud majd a bérlő... Magyarországon? Ha... Ugyanakkora. Csak, csak a tulajdonos ezek van tulajdona. Igen, csak ezek projektcégek, amiket ha lement a projekt... Bezárnak a, a francba. Tudod, hány, hány ilyen történt megint, ezt mondom, az elmúlt 30 évben? hogy hány ö, ö, cégnek ütötték idézőjelbe bottal a nyomát? Persze, ez világos, és azt hiszem a késznek ez is az egyik feltétele, hogy rájuk, mint kivitelezőre sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a projekt cégekre, mert valóban a Duna terasznál is azt hiszem most megy egy új projektjük a Vista, ott épül mellettünk, és azt már egy másik cég csinálja, ha jól tudom. És valószínűleg hát a ez... biztos nem egyeztek. Nem úgy értem, mint kivitelező, hanem mint beruházó más. Ja, az cég. biztos. Tudjátok, hol látom cég. itt a hibát? Különben van abban is ráció, amit mondasz. Én legfőképpen abban látom a hibát, hogy ugye jelen pillanatban ebben az esetben is van egy beruházó, meg van egy, aki a kivitelező, aki csinálja. Két külön cégről beszélünk. Ti meg vagytok a, a síró harmadikok, ugye akiknek a pénzével játszik most ez a két szereplő. Na most én. Ennek ennek a, a szigorú szabályozását ö, vetném inkább fel, hogy például, ha nem egy cég a kivitelező, meg a beruházó, akkor milyen szabályok vonatkozzanak rá, mekkora tőkét kell esetleg elkülöníteni, hogyha bármilyen történik. Vagy nem vagyok jogász, de én, én itt Bánc. érzem azt, hogy kicsit lehetne szigorítani, hogy ilyenek ne történjenek meg, mert az a baj, hogy a nagy projekteknél a mai napig, soknál külön ö, cég a beruházó, mm -hmm. és külön cég az építető. És még egy dolog, ez most ugye, hogy ne legyünk perehetőek, de ezt hallottuk menne-monda, hogy például ez az eset, hogy most a idézőjelbe az egyik zsarolja a másikat, hogy nem megyek el, ha nem adsz pénzt, most nagyon lezonzásítva a történetet, ez nem egy egyedi Magyarországon. Anny annyira nem egyedi, hogy és én sem legyek perelhető. Hallottam pont a napokban, hogy a Dunapörl az is 13. kerületi beruházás Igen. volt. Ott is a kész volt a kivitelező. Ott is hasonlót játszott el. Jelenleg azt nyomozzuk, hogy miben mások ők, mint mi amiért ott már elvileg be tudtak költözni a tulajdonosok, de a vita még a további A Dona olyan szinten van átadva, hogy mi adtunk el, meg ki benne, tehát az, 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 üzemel az a ház, az a semmi igen, gond. Igen, de most, most már. Most már. Igen. De tehát ott, ott, is nagyon hasonló eset volt, ugyanazzal a kivitelezővel, lehet más kivitelezőkkel is vannak hasonló esetek, és pont ezért is fordultunk Lázár János, nem akarunk tanácsot adni. Tehát, eddig... hogy itt kéne tényleg egy erősebb jogi szabályozás. Igen, vagyunk, igen. igen. Tehát ez a... nem. Nem, vagyunk, nem, vagyunk, kompetensek abban, tehát a jogászaink sem ingatlan jogászok, amennyire tudom jelenleg a tulajdonosi körből, nem akarunk tanácsot adni, mi azt látjuk, hogy ez így nem oké, okay. és ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban valóban vagy a beruházó cégeket kéne jobban megregulázni, vagy magának a birtokjognak a kérdését kéne egy picit átdolgozni. A lényeg, hogy ilyen eset ne történhessen. Ért értem a kész, mert valószínűleg bennük van egyfajta félelem, hogy mennyire tudják a pénzüket, esetleg a vélt vagy valós anyagi kárukat esetleg a Dunateraszon behajtani. És ezt tartják valószínűleg a legjobb eszköznek, csak ezzel... Azért tegyük hozzá, hogy ez 20-ban 20 mondtad, hogy indultatok. 20 végén, igen. Ugye 20 végén, akkor már itt Covid volt. Igen, Na és akkor itt jön az, hogy mire hivatkozik a kész, és mit is szeretne. Szóval jelenleg azt, azt tudjuk tőlük, mert volt március elején, azt hiszem március elsőjén volt az első tüntetésünk magánál az épületnél, és akkor a késznek is, meg a Dunaterasznak is eljött egy-egy jogi képviselője, és akkor mondták, hogy nagyjából 5 milliárd forintot szeretnének a Dunaterasztól. Gyakor... Az egész projekt gondolom ilyen 50 körül 5 lehet. De mi mi 60-70-80 körül 80. satszoljuk, uh -huh. aminek valószínűleg a fele lehetett az, ami a késznél landolt. Az OTP azt hiszem ilyen 23 milliárdot hitelezett meg a Dunaterasznak. 23 milliárd a biztos, a többit pedig hallomásból tudjuk. Viva Las Vegas. <laughs> Zé, milyen lóvék nem? Igen. Egy ilyen projekt. Hát de nem semmi. aztán folytasd ezt, hogy, ért, hogy valaki oldat tudja tenni, hogy ez a 790 lakás az mennyi, hogy egy évben adnak át újépítésből azt hiszem 5 vagy 10 ezer most nagyon keveset. Igen, igen ha nagyon ez pörög egy... a biznisz, akkor szokott 15-20 százalékos kitettséget. Hát és, és abból, a, abból az új építésben benne vannak a saját családi házak is, tehát azt még leszeled. ez Simán lehet, hogy abban mondjuk projekt. Igen, tehát hogy az összes új bevághatjuk a abba, rá... hogy hogy néz ki, ha elindítod. Indítsd. Na nézzük meg. De, no, ne, no. de ne kátyázzál <laughs> már, és bocsánat, bocsánat, bocsánat. De várj, mi van megfordítva. De ne pereljenek minket? Ja, így nem vagyunk tükröi. Így nem vagyunk Ez jól néz ki. Tavalyi, állapotokat mutat, igen. Egyébként itt rak már minket a itt Nagyon jó, nagyon jó étterem. Nem mondom ki a mert nem csinálunk neki reklámot. megfordult. De Minden, a... jó vagy. Amúgy ah, tényleg megfordul. Mert, mert, na, tehát, hogy itt azért arról nem volt szó még, hogy, étterem. hogy ó, milyen kikötő is van. Azért itt el lehet tengni, Ott láttam egyébként most a átéves interjúból, ott még kismamák is beszélnek, hogy garzonban éltek, inne, onnan mentek volna ide át, de mi ahogy jön a gyerek, ezért kell egy nagyobbat is kivenniük, amíg nem tudnak bemenni, és az még két, három, ezer forint havonta. De látom, ez haját, elég, hogy ott laknának. Elég sűrűn van építve, azért itt Nekünk azt tetszett... Hát dobsz egy kötelet, és szárítasz. <laughs> nekünk, nekünk azt tetszett meg benne, hogy nagyon sok a kertes rész. Ez az egyik probléma is volt egyébként a műszaki átadások után. Tehát az, az a legtöbb lakásnál, vagy, vagy ilyen építő, nagyobb háznál, főként a földszinten vannak ugye a kertes lakások. Itt vannak harmadik hát, emeleten. Lenni, igen. igen, itt vannak harmadik emeleten, a penthouse is vannak kertek, és azoknál volt némi... De ez vagy 8-10 emelet. 9, azt hiszem. 8-9. Csak akkor mondtad, hogy itt van a harmadik emeleten. Vannak is. ilyen oldalkertesek, meg ezt, vannak tetők. Akkor jól figyeltem úgy, itt úgy, a... Úgy képzeljétek el, hogy 9 épület, tehát Furgy nagyjából ha 790-et leosztod, akkor olyan 80-90 lakás per épület. Aha. Tehát ez olyan, mint hogy 9-et építettek volna egybe, és vannak összekötések az épületek közt, van ja. a harmadik szinten. Daniel, most voltam ugye akiknél mindegy, ő ők, tőlük kaptam meg, ugye, múltkor a, a sajtóközleményt, amit beolvastunk, és másokból voltam ott, és én nagyon rég nem jártam a Marino parton. És egy pár ház? Gyerekek, betyár lett. Tudom. Nagyon Azt betyár az a Brutálisan néz ki. Csak hát nem lakják, látod? Kihalt, kihalt az egészet. Bár, nem szeretnék, hogy lelakják. A nem részt. akarják, hogy lelakják, hogy de. szép új maradjon az egész még évekig. Na, szóval, hogy itt össze-vissza vágtunk a szabadba, de ott tartottunk, hogy hogy A 5-5 a... hogy milliárd forint Igen. a követelése a késznek, és ha jól tudjuk, akkor ebben ők rugalmasak lennének, nem tudjuk mennyire, megint csak nem a mi dolgunk. Ö, és bern... mire fölköveteli? A... Gyakorlatilag Viszmajorra. Tehát kettő dolgot mondott, Covid Aj. és az orosz-ukrán háború. Tehát ugye elszállt ez az, építi... baj. Tehát elszállt az, az építkezés, ő nekik ez 5 milliárd a pluszba került. És hogy... itt, itt bennünk megint csak laikusként az merült fel, tehát azért mi próbáltunk készülni a beköltözéshez, és azért sokan leszerződtünk már asztalossal, IKEA-val, stb. 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 És azért a legtöbb esetben úgy kaptunk árajánlatot, hogy ez érvényes két hétig, Aha. vagy hogyha a de kivitelezési... Hogy tűzdői termék olyan volt az építőanyag, emlékeztek, hogy hetente vált, vagy az naponta az arra, az igen, az igen. De, de tehát itt az furcsa számunkra, hogy az ő kettőjük közt történt szerződésben ne lett volna olyan kikötés, hogy az építő anyag vagy bármilyen drágulás esetén, ami meghaladja az nem X százalékot. Szerződés. Igen, pont erre akartam végül kicsúszni, hogy valószínűleg ott a beruházói szerződés nem volt tökéletes. Ott lehettek el Ezek Igen, ez, ez, jó lenne. Mert például alapvetően én úgy tudom, hogy a háború az például egy vízmajor. És De mivel... nem mi háborúzunk. Ne várj igen. egy picit. Igen, igen, ezt igen ezt nem mi háborúzunk. A körbe Nem mi háborúzunk, de az egyik legnagyobb acélbeszállító Magyarországon, ami volt, most nem tudom mi van, az Nem Ukrajna. Számít. Én azért tudom, mert észak-kelet Magyarországon rengeteg ugye ott a Diósd, Miskolc, Óz, óriási vasipari terület volt, és miután jött a rendszerváltás, nagyon sokan tönkre azért, mert az Ukrán acél, annyira olcsó volt, hogy az itthoni termelés már nem érte meg. És simán elképzelt, hogy az acél szerkezeteknek a, a bekerülése, vagy a faanyagok, vagy egyéb olyan anyagok, mert Ukrajna szerintem egy nagyon nagy beszállító. De Emiatt, pati, Ez nem kifogás. De most gondolj bele, hogyha mondjuk a Szaudarábia és Bahrein elkezd egymással háborúzni, és a négyszeresére felmegy az olaj. az nem nálunk négyszer a Lehet a háború viszmajor, de a COVID is lehet Ugye mind a kettő lehet viszmajor. Két, Mert egy világjárványról beszélünk. Két, két, két dolog ezzel kapcsolatban. Tehát ezt már ti is mondtátok, és teljesen igazatok van, hogy ugye ez húsz vége. Akkor már a Covid itt volt. Uh -huh. Tehát az nem lehetett egy új dolog. A másik, az orosz háborúról mi úgy értesültünk jogászoktól, hogy ez akkor lehet Viszmajor, ha a te országod áll háborúban. Magyarország nem áll háborúban valóban lehet közvetett kitettsége, de ilyen esetben szerintem a te teljesen helytálló, a hogy mi van, hogyha Nigéria háborúzik, nem tudom, Zingbagvéval, és Így akkor van, ott... Akkor. Tízszeresére fölmennek a faárak vagy a homokára, az nem viszonya. Ez, mi sajnos úgy tudjuk, ez, sajnos, ez van a pakliban. Ezt mi úgy tudjuk, ez vállalkozói kockázatnak hívják. Így van, pontosan. E én együtt érzek olyan szinten a készre, hogy nagyon sok céget láttam én is tönkre menni az elmúlt években, tehát ha jól tudom, az elmúlt két év inflációja összesen 30-35% között volt, ilyet én a saját életemben nem láttam, ez valóban nem rendkívüli eset, és nagyon durva. Ilyen téren egyetértek, meg együtt érzek velük, hogy ezzel ők hogyan is tudtak volna előre számolni. Viszont két dolog. Az egyik, hogy mi, ahogy említettem, 2022 elején, két évvel ezelőtt szerződtünk le a Dunaterasszal. És akkor már azt mondták, ez még a háború előtt volt pont. Akkor még azt mondták nekünk, hogy mi már semmit nem választhatunk ilyen szaniterek, burkolatok és egyéb terén előtte lehetett. Volt Magyarul lehetett, bevásárolták az építanyagot. Ezt mondták Igen. pontosan ezt mondták, hogy azért vásárolták be, gondoltam, de jó, előre gondolkoznak, tök jó, Igen, nem a fognak elszállni az árak, ára. Így van. És szóval aztán akkor el... kellett tudni tudják, hogy mi van. Igen. A logika jó volt. És eltelt két év, és most meg arra hivatkoznak, hogy a közben kitört a háború és mégis elszálltak az árak, és azt hiszem 56-60 százalékos emelkedésre beszélnek. Nagyon jó beszélnek. Nagyon, nagyon jó. És, és ez egy picit visszás, hogy mi emlékszünk két éve, szerettünk volna változtatni apró dolgokat. Erről van írás, vagy bármi, amivel tudjátok bizonyítani, hogy volt egy ilyen kommunikáció felétek? Nem, nem, nem. Írás, nem. Írásban, írásban ez nem volt meg, szóban történt. Őszintén én nem is gondolom, hogy nekünk ez bizonyítani kellene, tehát Nekünk a Dunaterasz is ezen a hát március, március elsőjéi március tüntetésen mondta, hogy mint hogy ők sem tehetik meg, ezt konkrétan így mondta, nem akarják és nem is tehetik meg, hogy velünk újra tárgyalják az árakat. Így ő is ugyanezt várja el a késztől magával szemben. Mert valahol ugye ez is felmerült bennünk, hogyha a Dunaterasz fizet, akkor vajon tőlünk is több pénzt szeretne esetleg beszedni, hogy így menjen végig ez a láncolat? De nincs joguk hozzá. hozzá. Igen, és valószínűleg itt is erről van szó, hogy a szerződésben nem volt benne az, hogy, hogy ha emelkednek az árak, akkor ők is többet kérhetnek. Valószínűleg ez nem volt benne, mivel ha benne lett volna, azt gondolom, hogy a kész ezt már mondta volna. Egyébként a Dunaterasz és a, a kész ők konstruktívan állnak a megállapodáshoz, vagy hogy veszitek ezt, hogy kigátolja az egész megállapodást jelenleg? Értem ja. a követelését a késznek, kigátolja a szó. A, a Dunaterasz oldaláról ő nem szeretne fizetni. Uh -huh. az de ő... de próbálnak megállapodni egyébként? A, a kész nyitott volt arra, hogy leüljenek tárgyalni, uh -huh. a Dunaterasz ettől elzárkózik. Tehát a Dunaterasz a azt mondta, hogy ő a... nem, nem feltétlen mondanám ki, hogy ez a baj. Valahol megértem őket is, mert miért fizetnél ugye csak azért fizetnél, mert neked ez rossz, hív, rossz hírnév kelt. Egy mondatot engedjetek meg. Ha visz, nem láttam a szerződést, amit a kész meg a Dunaterasz között van, valószínűleg nem is fogjuk látni, de ha Viszmajorra hivatkoznak, akkor nem kell a szerződésben bármilyen olyan pont legyen erre, ami ezt lefedi, mert a Viszmajornak pont az a lényege, hogy egy előre nem tervezett, egyik félnek sem felróható esemény következik be. De ilyen nincs. Azt mondom, hogy ez egy vitai. Igen, igen, de attól még próbálkoznak fel. Egy teljesen adhok jelleggel átadott bögre. Nagyon szépen köszönöm. Így fél óra után is Kicsit, kicsit, kicsit lepődj mert meg, kérlek, csak úgy. Wow. 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 Alá right. yes. Mindig is egy ilyen bögrére. Egyébként, hát két kérdésem lenne. Egyrészt itt most arról beszéltél, hogy egy 60-70-80, nem tudjuk, most úgy dobálózunk a 10 milliárdokkal, mint hogyha nem tudom, egy turborágó lenne, de hogy az építés az olyan 30-ban állhatott meg, arról, besz, arról lehet beszélni kb. Tehát, Több hogy a... Az. Többe? Hmm. Nem csak arról, nem, nem, a, nem tudjuk. a, kérdésem az az, az lenne, igen. hogy kb. Mekkora nem a fog... Haszon? hogy miből kéne leadni neki 5 milliárdot, igen. Ezt nem fogjuk tudni. Ezt nem fogjuk tudni kiszámolni sem. Az a baj, hogy ugye akkor akkora, de, de akora, érzése, akora hogy... lett, nem, az a baj, nem, az a, baj nem, a mostani évi számokkal tudnánk számolni, de az inflációt, a, a, háborút, mindent belevéve, ezt rohadt nehéz lenne 20-24-ig. A, 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 a... Hát de miért az Akkori négyzetméter árakból induljunk ki, mert akkoriban 6-7 ezer teraz terazról... is lehetett szerintem jó. lakást venni ott. Hát azért, az, azért nem. Alacsony 8, 800 Na 800, de most 2 millió a négyzetméter a, igen. a marinának. És akkor 800 volt, pedig csak 3 el? Na jó, de én most, el, de most ide itt igazán egyetlen egy kérdőjel van, hogy mennyibe vált meg a, az építés. Mert az, hogy mennyire adták el, az fix. Na igen, hát Azt az is, Mennyire építették, és az a, a a felmaradó összeg az a 10-20-30, tök mindegy, nem Te lehet. Csak az lehet, hogy 3 milliárd, érted lehet, hogy, 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 hogy egy 5%-ot fogtak volna rajta. Mami, akkor azért nem... Ez azért nem biztos, hogy releváns kérdés lehet, mert a Dunaterasz Grandel lehet, úgy van vele, hogy eleve úgy vágtunk bele, úgy számoltuk ki a projektek, már mint ők, hogy ezen keresünk. Igen. És azt mondják, hogy nem 5 milliárdot. 5 forintan sem fogok a szerződéshez képest többet fizetni. És függetlenül attól, hogy most én 20 milliárdot, 30 milliárdot keresek rajta, vagy csak 8 milliárd, vagy 3 forintot, Na, de ők azt mondják el, hogy ne haragudj, ehhez, hát, ezt írtuk alá, és ez azt van is a mondhatják, Mert hogy holnap, eh, hogy is mondjam, hogy ne legyünk perelhetőek, tehát Jó, olyan, azért lehet. olyan sok akkor beszéljünk másik cégekről. <laughs> Hallottam már olyan cégről, ahol mondjuk nem magyar cégek a tulajdonosok, és mondjuk banánköztársaságokban vannak bejegyezve. Er, er, erről, Itt természetesen erről, ninc, ez nem áll fönn. HVG ezt, írt róla. Ezt úgy, most... Igen, a HVG a, HVG róla, így van, a, HVG a HVG róla. Most már emlékszem. Igen, már emlékszem, hogy vannak <laughs> ilyen cégek. Tehát, hogy most most azért de őt, is van, őt nagyon rávenni arra, csak a maximum azzal, hogy aztán utána kisakkozott, hogy azok mögött, a cégek mögött kik vannak, és akkor majd azokat az építkezéseket, amik ők állnak, azokat ne vegyük meg. De hát, mint ahogy a zoom látjuk, az emberek odáig nem jutnak el, amikor 50 milliót kifizetnek valakinek, vagy egy kurva Google ö, ö, keresés ső. megnézze, hogy itt ne vegyél semmit. Mi, mi, mi azért az elmúlt hetekben, hónapokban, mint tulajdonosok, ez egy. Elég összekovácsolódtunk, és optemben végignéztük mi is ezeket a dolgokat. Tehát a sok minden, ami mondjuk hv megjelent, és teljesen nem ért minket meglepetésként. Mindazonáltal, és visszakapcsolódva akkor erre az 5 milliárdos követelésre, vagy lehet, hogy kevesebb, mondom, már erről is hallottam híreket, hogy, hogy esetleg kevesebb is beérnék. Én azt gondolom a Dunateras szemszögéből nézve, neki azt kell mérlegelnie, hogy nekem ez rossz reklám. Mit lát az átlagfogyasztó a médiában, hogy úristen, hogyha én náluk veszek lakást, akkor nem garantált az átadás, mert Pontosan. ki tudja, hogy összevesznek-e megint a kivitelezővel. Hát az új projektben hányan mehettek, vagy mondhatták vissza a szerződést, vagy nem vették nem tudom, meg? Nem. Tehát tudom. szerintem komoly százalék lehet, De az, szerintem aki emiatt meggondoltam. És valószínűleg a kész erre játszik, hogy, 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 hogy ezzel nyomást gyakorolni, mert a Dunaterasznak a legnagyobb érdeke ezt minél előbb lezárni. Tehát valószínűleg, hogyha azt nézzük, kinek érdeke, az, hogy mi beköltözünk, mert az nekünk az érdekünk. Valószínűleg a Dunaterasz áll most ehhez közelebb, mert a kész az, aki gyakorlatilag túlszul a lakásainkat. Szó és, szerint. És szó szerint, és ezt használva próbál nyomást gyakorolni a Dunateraszra, hogy plusz pénzt szerezzen. Hát, hozzáteszem neki, más lehetőségi, nincs is. Nincs mert is csak Ahogy beengedettitek. kész vége. Az, az a, egy polgári partner. Pont, egy... pont, pont ez a lehetőség, és mi pont ezt is szeretnénk, hogy menjenek a tárgyalóterembe, és ott intézzek el egymás között. És hogyha Valóban itt jogi változtatásokra van szükség, amiről a korábbiakban beszéltünk, hogy hogy maga a beruházó is, nem tudom, maradjon, legyenek magyar vagy nem tudom, őszintén szóval megint csak nem akarok ebben állást foglalni, akkor nyilván ilyen irányba is neki is el kell indulnia. Mennyi hajlandó? Aztán azt felejtsék el, hogy Hogyha a most feltételezzük azt a, az esetet, hogy a kész, ő tényleg nem szemétségből, hanem tényleg azért, mert ez teljesen jogosnak gondolja ezt a, a pluszköltségnek a követelését, és ez, 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 nincs mögöttes hátsó szendék, akkor gyakorlatilag a, az az eszköz, hogy ő ezt igénybe veszi, ő neki, mint egy cég, jó gazdaként kell eljárni a saját cégével szembe. Szóval neki nem az, hogy ez az érdeke, ez a kötelessége. És most itt lehet moralizálni azon, hogy mekkora szemét, mert ő nem megy ki küszöbön kívül és itt jön be az a kérdés, hogy most ezt, ezt, ennek mi a hátsó motivációja, mert lehet, tételezzük tél, fel azt az esetet is, hogy lehet, hogy, hogy ezen múlik, hogy csődbe megy a kész, mert ő tényleg úgy érzi, hogy az ottani szerződés szerint erre neki jogalapja van. Hát egyébként, hogyha ilyen nagyon mélyére megyünk, egyébként nem rossz, és ez mondjuk megint mondjuk a ti szorítókból, stor ez rangú, de hát is van mondjuk legalább két-háromszáz de inkább ezres számba mérhető kivitelező, aki alvállalkozó, akik ott dolgoznak. Lehet, hogy azok sincsenek még azok sincsenek, ez egy ilyen... A, <hört> hát mint a kínai dominó sztorinál, hát, Az hogy Ez is. És, igen, ott hát, is ilyen tartozás cetliket adogatnak. A Biatorbágyi történetnél, aminek jó happy end, happy end lett a vége a kezdeti stádiumnál ott azért pár Azért arra kíváncsi lennék, magukat. kíváncsi lennék, mert nekem is családban dolgoztak az a céggel, és azért tudom, hogy az, az, volt a leghardkorabb emberi szempontból is, mert nagyon megviseli az embert az építőipar, ezek a körbetartozások, Aha. az, hogy, hogy ez az alvállalkozói tényleg, hogy mindig folyik le a szar az alvállalkozók nyakán. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a késznél, a késznek az alvállalkozói például ki vannak-e fizetve? Erről van információ? Nem nem tudjuk. Nem tudom. Csönd van valószínűleg. Egyébként ennek a sztorinak van egy olyan vetülete is, hogy mondja, legalábbis én amit olvastam, hogy itt vannak valami javítások, amit... Tehát, hogy ez, ez nem tudom... Hát ez ez már a háborúnak a, 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 a következő fázisa volt, vagy ez már az elején volt, tehát, hogy valamiket nem jól építettek meg, nem olyan nem. megfelelő. Nincsenek, nincsenek érdemi hibák, tehát nem a statikájával vagy ilyesmikkel vannak problémák, apró problémák vannak. Jönösségi. Legfőképp olyanokra gondoljatok, hogy karcos a kilincs és ki kell cserélni. Jézusom. Vagy, vagy példá... Jogos. Jogos, értem én. Csak... Vagy például, például nálunk történt olyan, tehát mi eléggé, eléggé rugalmasak, meg megértőek vagyunk a feleségemmel, azt gondolom, tehát hogyha valaki véletlen neki megy a falnak, neki veri a kilincset a falnak, ilyen megesik ami, ami nálam kiveri a biztosítékot, az a szándékos rongálás, és nálunk volt egy ilyen, hogy a, az ablak kereten, az ablak, hát igen, azt hiszem, az a keret része belül el volt nyomva egy cigicsik. Ó, Ó az, 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 az nálunk tényleg olyan volt, hogy ott oda hívtuk azt a műszaki ellenőrt, aki, a, a műszaki átadáskor, aki ezt az egészet és Bejött cigiz, cigi <laughs> parancsol. Nem, és, <Nem laughs> és azért jelezt, jeleztük, neki, hogy, hogy Megértjük a levert falat, megértjük, mindent megértünk, ezt ezt nem értjük. Akkor most ezt a tehetet. És ez gáz. És ami még volt, és ez megint csak vissza visszareferálva az előző megjegyzés. Mit csak reagált rá, csak kíváncsi vagyok? Hát valami olyasmit, hogy letörni a kezét annak, aki ezt csinálta. És hogy kicserélik az ablakot. Na, az az, kicsi. Na, de itt is, ha belegondoltuk, egy pici hiba. Mégis a javítása az baromi drága, és szerintem ebből egy volt van. nagyon nagy vita. Tehát 50 ezeres számú hibáról beszélt a Dunaterasz, amiből 40 ezeret kiavított januárig a kész. Azóta a Dunaterasz műszaki ellenőrinek eveg nincsen bejárása. Talán egyszer voltak benne, nem tudtak érdemben nézelődni. Tehát 10 ezer maradt január óta, amit jó eséllyel már nagyrészt részt kiavított a kész. Ez egy hosszú xml azért. Igen, de 790 lakás, két hektárnyi terület az 9 emelet. Tudod, Lát, ugye, ti mind Ugye, gondoltam, hogy már az önerőt teljesen, ki, teljesen kifizetitek. Szóval itt van, itt van egy család, és akkor ebből a családból van 790. Ugye, az pár ezer ember, akik ö, 2020 év úgy gondolták, hogy belevágnak egy, egy projektbe, szeretnének egy szép környezetbe, egy vadonatúj ingatlanba költözni, és ebbe emberek vagyunk, beleélik magukat teljesen jogosan. Jön egy ilyen, amikor azt látod, hogy több 10 millió forintot kifizetsz, és gyakorlatilag senki nem véd meg. Várod az államtól is, hogy megvédjen, ott álltok, és azt várjátok, hogy, vagy ott van például bemész egy lakásba, és azt látod, ami lakeste a tiéd lesz, amit, amit mint egy új autót, ha veszel, vagy bármit érted, és azt látod, hogy egy cigicsik el van az ablakodon nyomva. És ez ennél jóval több, mint az, hogy most egy gyere, és szólok a, a művezetőnek, hogy figyelj, ezt javítsátok ki. Ez érzelmi dolog. Ott amit, amit, te válsz, és már évek óta válsz, és azt látod, hogy ennyire nem érdekli az épp a kivitelezőt, hogy, hogy... Ez nem a kivitelező, ez pont az a hát a az a Ez az, a, kicsit, az az és az az a Tök mindegy, csak ez itt, hogy tudod, ez ő felel érte, és, és gondolj bele, hogy ez hány családnak az élethelyzete most az, hogy gyakorlatilag már nem tudom mióta váltok ott, hogy beköltözhessetek, és, és ezt, ezt a Filmet kell már nem tudom hónapok óta, vagy egy-két éve nézni, hogy ez a két cég civakodik egymással. És egyébként, ha már Szörnyű. családok, meg hitelek, ugye évek óta húzódott, beszéltünk a zöld hitelről a csokról. Ilyenkor ezek bukták? Ilyenkor nem, fel kell nem. venni, vagy meg be van fagyasztva a történet? A zöld hitelnél konkrétan három évig tartják fenn neked. Mi 22 március környékén, tehát nagyjából két éve vettük ezt fel. Tehát 25-ig jók vagytok 25 akkor. 25 márciusig jók vagyunk. Reméljük azért addig nem kell várni. Viszont annak, aki piaci hitelt vett fel, annak van azt hiszem egy maximum 2%-os hitelfentartási díja, amit éves szinten kell fizetni. Többek közt ez is volt a nyilatkozat mögött, amit korábban említettem a Dunatera szándéka, hogy ezt a költséget akkor nem kell a továbbiakban megfizetnie a vevőknek. Különben ezt rájú, rájú tudnátok terhelni. Igen, igen, lehet, meglátjuk. Viszont, viszont és akkor befejezem ezt a gondolatot, és rátérhetünk a hitelre is, uh -huh. hogyha ez nektek is jó. Persze. Szóval magával a hibákkal kapcsolatban ilyen apróbb dolgok voltak, amiknek a javítása viszont sokszor sokba kerül. És valószínűleg ez is egy konfliktus volt, tehát mi ezt így értesültünk egy dunateraszos dolgozótól, hogy, hogy például a korláttal kapcsolatban egy olcsóbb korlát, felszerelésére tett javaslatot a kész. Illetve első osztályú kivitelezést kért a Dunaterasz, erre szerződtek le. Ezt ez... mondtam múltkor, hogy, hogy ez volt Én az fontos. egyik jog. Bocsánat, csak annyi, hogy a késznek az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy nem a Marina part idézőjelben színvonalához megfelelő minőségű anyagokat, meg minőségű munkát tett le a kész az asztalra. Ö... Igazság szerint a végén én úgy tudom azt tett le, mert a Dunatera pont ezt várta el tőle. Volt például ilyen, hogy ezért korlátot kellett cserélni és társai. Tehát a kész valószínűleg ott próbálta meg a költségeit megfogni, és ezt most én gondolom, hogy lejjebb ad a minőségből, és így ez az 5 milliárd akkor nem 5 milliárd lenne, hanem 2 milliárd mondjuk, amit már lehet, hogy egyedül benyelt volna, nem tudom, de valószínűleg amikor látta, hogy mennyire elszállnak a költségek, akkor ez volt az egyik ötlete, hogy oké, okay, adjuk lejjebb a minőséget, és akkor tudunk a költségeken fogni. A Duna ebben nem akart belemenni, érthető módon, megint csak egy konfliktus forrás volt ez a két cég között. Utána mert ti, ti tudnátok perelni utána a Dunaterasz kocsájában. Hát persze, úgy, ők vállalták egy... a szerződésben a minőséget. Igen, igen meg, meg a Dunaterasznak van egy másik projekt, és azt hiszem ez után lesz még egy harmadik. Illetve nekik már volt itt kettő, többek közt ezért is szavaztunk nekik bizalmat, tehát ez nem az első projektjük volt. Mármint a Kajmászigeteki <laughs> a vállalkozó. A, a, a B, <laughs> DB, DB, DB ingatlan csoport, azt hiszem így hívják magát az BB, BB, Nem, nem a másik, az egy másik. <laughs> és, és, és most építik a következőt, nyilván egy másik kivitelezővel, és majd lesz ezután is még egy, gyakorlatilag körbeépítik építik a Fóka öblöt. Ö, és, és éppen ezért nekik szerintem érdekük az, hogy az ő nevükhöz az az ragadjon, hogy ez egy jó minőségű ez ingatlan. Ez teljesen, és, teljesen jogos. Az... ugyanis nem, nem, ez, 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 teljesen aláírom, hogy ez nekik nagyon fontos, mert mi alapján döntöd el, hogy te vásárolsz a korábbi munkájukból kifolyólag, és hogyha azt látod, hogy utána 1000 vagy 790 lakóból 250 lakó pereskedik a, a Dunaterasz Grandéval, hogy szarminőségű minőségű ingatlant adtak át, akkor annál rosszabb negatív reklám nem kell? Ebbe teljesen egyetértek. Igen, meg, meg és egyébként a Dunaterasz is ezt mondta, hogy míg mi laikus lakók észreveszünk 10-15 hibát átlagosan egy lakásban, addig ők 50-60-at is észrevettek. Tehát ők értenek hozzá. Ez olyan tudod, mint amikor elmész autót venni, nem értesz hozzá, fogalmad nincs az egész. Ezért nem is megyek el, hanem, hanem, hanem megbízok valakit. Igen. És ez ugyanez, mi nem értünk hozzá, persze próbálunk alaposak lenni, laikus szemmel végignézni a fugázástól kezdve mindent, de itt azért a műszaki ellenőr az, aki érdemben és szakmailag hozzá tud szólni, tehát én bízom az ő munkájukban, az ő érdekük is az, hogy ez jó minőségű legyen. A késznek az az érdeke, hogy olcsó legyen. Tehát itt én mindig az érdekeket nézem, és itt valószínűleg a mi érdekeinkhez a, a Dunaterasz közelebb áll. Magához a min a, magával a minőséggel kapcsolatban. Itt azt lehet egyébként tudni, és akkor a hitelre így rá is lehet kötni, <coughs> hogy a teljes vételárnak, hogyha egy ilyen szummát vonnánk, akkor mennyi lehet kifizetve? Tehát, hogy ilyen hány százalékos kifizetésnél van ez a 790 lakás? Ö, ahogy említettem, nagyjából 200 lakás az, ami teljes teljesen készpénzes. Tehát ebben az esetben úgy nézett ki maga a finanszírozás, hogy négy részlet, Eltért, hogy most 25 vagy 30 százalék, a lényeg az az, hogy a negyedik részlet kifizetése, ami a használatba vét vételi engedélyhez volt kötve, az volt a 99,9 százalék. Tehát egy 100 ezer forintos utolsó negyedik részletet tartottak vissza, ami a társasház alapításról Bazzam való. már kifizették a teljes vételára. Tehát ha van egy 100 milliós lakásod, mm. csak hogy ezt így lefordítsuk, akkor 99 millió 900 ezer forintot te kifizettél a használatba vételihez. Ez még egyszer, ez november. És, ez, egy családi tragédia. És áll benne a lóvény. És, és, ha, és hogyha arra gondoltok, hogy ma, és azért legtöbb ember, aki kockázat kerülő, de azért szeretne valamilyen hozamot, és nem csak a számláján áll a pénze, mondjuk berakta pémába. Ja, ja. 16 most azt hiszem már ja, 19 százalék ja, ja. körüli kamat az több mint egy millió forint egy százmilliós lakásnál havonta. Igen, igen. Amit hát így bukik, ez... <coughs> ami igen. adómentes. de mindegy. Szóval november... Nem mindegy. Nem ez mindegy. mindegy. <laughs> Ezt hívják a <laughs> opportunity alternatív haszonnak. Igen, annak az elvesztése konkrétan. Igen, igen. A lényeg, hogy, hogy a készpénzes vevők novemberben gyakorlatilag 99,9%-ban kifizették a lakásaikat, és erre a 100 000 forintra várnak. Ugye ez volt, az, ez volt a nagyon jó húzás az ügyvédek részéről, hogy volt ez a 100 ezer forint, ami tényleg az ingatlan árához képest elhanyagolható összeg, amit ahhoz kötnek, hogy ki kell téged értesíteni arról, hogy a társaság alapítás megtörtént. Hiába tudsz róla, hogy megtörtént. Volt is olyan, aki elutalta, hogy tudom, hogy megtörtént, itt a százezer, miért akartuk elutalni, vagy miért akarták ők elutalni, mert szerződés szerint, ha elutalod az utolsó részletet, akkor 30 napon belül nekik birtokba kell adniuk neked a lakást. Igen. Miért nem értesítettek ki? Mert ezt nem tudták volna garantálni. És miért van az ma Magyarországon 2024-ben, hogy hogy még, még sok ember fél az off-plan ingatlanok vásárlását úgy, ami még nem épült meg. Hát ezért basszus. Ezért, ezért kezdtem ezzel a, a, a podcast egy. Mi lehet az, hogy két? De hát ez a... Hát valami. mert látod, látod a múltból, látod a Herminát, látod a De ne, hát flóra ez, ez, ez paskót, Most fújj, látod a progress. De itt, itt, vannak ilyen példák, ahol akár Közöttük még, járnak. akár még jó minőségű építő, aki az előzőt átadta, ezt már nem adja át, mert olyan probléma van. De ugyanez mondom a Herminánál, aki ugye átadott 3-4-5 projektet, a hatodik nem már volt, a hetedik már nem Egy, volt nem hetedik, egy, már nem egy, adta egy tegnap még, nem tudom, gázszerelőből lett kivitelező, karakószörcsögön épít egy négy lakásos társaságot, és ott van ez, hanem gyakorlatilag... 30-40-50 milliárdokkal igen. dobálózó cégek, igen. basszus. Tehát magyarán akkor van nagyjából a negyede az az ki van furra fizetve, igen. nevezzük így. És a maradék, az pedig attól függ ki, mennyi hitelt meg támogatást vett fel. Tehát itt a minimum, ha jól tudom, akkor 25 vagy 30 százalék, ezt meg kéne nézem. Én úgy tudom, hogy 25 százalék volt a minimum önerő. 30-al indult, Aha. de le lehetett alkudni 25-re. Ugye a zöld hitelnél, én, én közgazdász vagyok, és amikor látom, hogy 2,5 százalék, számoltam egy átlagos, magyar 3%-os inflációval úgy 2022-ben. Bátor voltál. Aztán, aztán, aztán jött, a, jött, a, valóság. Tehát az, én... berúgta az ajtót a valóság. Igen, igen tehát de nekünk jó téren. De csak egy 8 igen, igen. sztori volt. Tehát, papíron? Ja. De a Rábas visszahúzta. Igen, igen. azért szerintem Magyarországon van egy ilyen általános hitel rossz szemlélet. Én úgy gondolom, hogy a fix hitel, különösen, hogyha mondjuk az két és fél százalék, tehát az átlag infláció alatt van, az gyakorlatilag ingyenpénz. Hát azért most ember tolnének, ne hülyeskedj egy ilyen hitelért. Igen, igen. Szóval, szóval a zöld hitellel mi úgy voltunk vele, hogyha nekem lett volna, nem volt, de hogyha lett is volna pénzem teljesen arra, hogy kifizessük ezt az ingatlant, én akkor is zöld hitelt vettem volna fel, mert megéri. Persze. Így van, így van. A lényeg, hogy mi éppen ezért próbáltunk minél alacsonyabb önerővel beszélni, nem tudom, hogy a többi hiteles mekkora önerővel szállt. Behallottam olyanról, akinek mondjuk ilyen 50 ezer forintos törlesztő részlete lesz, van, akinek több. De valószínűleg a maradék kb. 600 lakás, ami hiteles, az eloszlik így a 70 és ki tudja hány százalék között. Na most a hitelek mellett, ugye ezek azok a hitelek, amiket most leállítottak. Igen. Sokan attól félnek, akik aláírták ezt a nyilatkozatot és megkapták az értesítést. Ugye ez egy kicsit visszaes kérdés, mert az értesítés neked meg kéne kapni, mert megtörtént, amiről meg kéne kapd, de most mégis egy nyilatkozathoz kötik az, hogy te ezt megkapod. -e. mi a feleségemmel nem írtuk alá. Azért nem írtuk alá, mert, és nem azért, mert előre láttuk, hogy az OTP nem fog utalni, eszünkbe nem jutott, Azért nem írtuk el, mert nem akartuk azt, hogy a jelenlegi lakhatásunk költsége mellé potenciálisan a törlesztő részlet is hozzáadódjon. Mert ha tulajdonos vagy, akkor 30 napon belül el kell kezdeni törleszteni mm. a hitet. Én egy dolgot nem értek, és nem vagyok kivitelező ezt. Ha esetleg valaki kommentben megírja, aki ez jobban ért, azt, azt megköszönöm. De ö, ugye három évről beszélünk, hogy papírforma szerint három év alatt kellett volna ennek elkészülnie. Két Jó. és fél, három, igen. Há, igen. Mi a bánatos, vérvörös franc kell egy, egy, ehhez három év? Mert most nem akarok megint, tudjátok milyen országokat mondanék, ahol ilyen projekteket egy év alatt felhúznak. Hát... Mi kell ehhez három évati? Figyelj, most a, a Bosnyák téren lévő projektet, azt másfél év alatt rántják föl, és ott 14 daru áll a Bosnyák De Attila, van. Én nem vagyok, csak nem lehet benne esetleg olyan, hogy addig az a pénz az mondjuk dolgozhat? Zárója bezárva, vagy valami? biztos, Valami, hogy, biztos, hogy biztos, hogy hogy van benne valami okosság kell legyen benne, mert, mert ez nem értem, hogy mi három évezen most alapvetően tényleg sok lakás. A kivitelezés tempója Magyarországon azért nem olyan, hogy egy Attila, sok ezt meg lakás, lehet nagy, nagyobb projekt, akkor nem egy darúval csinálom, amit előbb mondtad, hanem hét darúval. Igen, de ezt, ezt, teszi szerintem mérlegre ilyenkor a kivitelező, hogy én meg tudom ezt csinálni három milliárdból. Megforgatni addig a pénzt. Meg azt a három, nem, nem tudom, most mondok egy összeget, tehát mondjuk megépítem három milliárdból, és azt a három milliárdot tudom úgy koncentrálni, hogy egy évre, mit tudom én, akkor 500-an dolgoznak rajta, vagy akkor két évig 250-en dolgoznak rajta. Tehát valószínűleg ez egy ilyen döntés az ő részükről, hogy mekkora erőforrást akarok én erre ráfordítani. Van-e? Elképzelhető. Tehát lehet, hogy fel kellett volna vegyen több embert, vagy több alvállalkozót, ami hosszú távon drágább lett volna. Nem tudom őszintén szólva. Mi, mi nem, tehát nem értünk, nem, nem nagyon volt még ilyen, tehát nekünk ez ilyen első lakásvásárlás, és, és 790 lakás. Egyébként sokan úgy hirdetik, vagy úgy hivatkoznak erre, hogy Budapest legnagyobb. Nekünk azt mondták, hogy ez a rendszerváltás óta Magyarország legnagyobb ingatlan beruházása, lakás célú. És itt a trétessék. Ez se lehet normálisan megcsinálni. De a Bosták téren 900 lakás épül. De most, de amikor mi vettük, akkor még ez akkor most igen. Hát meg majd jön a mini Dubai aztán mindenkit lenyom a francba a 10.000 lakásával. Egyébként. Kicsit nem figyeltek, és leestek a dovogóról. Kicsit így csak sincs, meg 26. Még, még, nem vagyunk rajta, igen, azt szeretnénk, hogyha rajta lennénk azon a dobogon valahogy, de, de, igen. Egyébként van, nagy valószínűséggel a profitjánál még nincsen a, az építető. Tehát olyan, ha ebből azt számoltam, hogy olyan 60, 60 a 60%-a lehet a teljes építkezésnek kifizetve, nem tudom, mennyi. Szerintem 20% a körüli más lehet rajta, 20. de valószínűleg neki kéne az otp hitelnek a befolyása. Nyilván Igen, ahhoz, hogy, 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 hogy mondjuk ez legyen. is kérdés, hogy az a pénz, ami hozzájuk, mert hát közvetlenül hozzájuk utaltatok, a kész felé hogy ment el a lé. Ugye Tehát. ezek szerződéseknél ugye fokozatolva van, hogy mennyit kap meg a kész. Ugye mindig egy készültségi fokhoz vannak kötve, akár 8-10-12 készültségi fok is lehet, hmm. és azt szerint utal mindig a KFT, aki okay, ugye de hogy, a lóvéket. Hogy most a grande, hogy utalta, ugye mert erre célzó, hogyha jól értettem, Igen. hogy utalta késznek. Ez ez, ez, a grande tudja egyedül. Meg kell hát, gondolom, aki belenéz a Mert akkor, igen, ha 50 milliárd lenne, tegyük fel, lehet, hogy több, de most egyszerűbb így számolni, akkor 60 százalék, akkor 30 milliárd mondjuk már nála van. Most a 30 milliárdból, hogy mindent odaadott nekik, vagy... Hát meg, hogy mennyiből épített a kész, tudod? Tehát hogy akkoriban lehet, hogy fel lehetett 400-ba építeni, vagy 300 építeni egy négyzetmétert ilyen minőségben, most már csak 600-ból Vagy Biztos, lehet egy ilyen négyzetmétert felépíteni. Tehát az két-két és két, két félszeres pénz ahhoz képest a felépítése is egy ilyen épület. Ezért úgy, mondom, hogy... hogy itt most ebbe belelátni, hogy kinek és mennyivel el van ember a két cég között, igaz, ez így nehéz. Az biztos, hogy nem nektek kellene meginni ennek a levétésén, ezzel teljesen egyetértek. És mi tényleg csak ennyit szeretnénk. Tehát nem akarunk igazságot tenni, megértem mindkét felet valamilyen szinten, amennyire bele látok. Nem tudom, hogy kinek van igaza, feltételezem, hogy az igazság valahol félúton van. Oda át. Vagy, vagy oda át, vagy igen. De, de a lényeg, hogy mi annyit szeretnénk, hogy a birtokot adja vissza a kész a Dunaterasznak, és akkor a Dunaterasz elkezdheti átadni a lakásokat. Nekik most az a tervük egyébként, erről a napokban kaptunk tőlük egy e-mailt, hogy amint visszakapják a birtokot, és majd ezt is elmondom, hogy ők hogyan szeretnék ezt visszakapni. Publikus. É, felteszem, mert még elmond, rá, úgyhogy... El, elmondták, úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy utána egy másik, tehát végig mennek a lakásokon a műszaki ellenőreik, utána a, egy másik kivitelezővel, akit még nem tudunk, nem nevezték meg, hogy ki lenne, megcsinálják azokat a fennmaradó javításokat, amik még maradtak, és utána ezzel párhuzamosan, illetve ezt követően elkezdődhetnek az átadások. Most két hónapról beszéltek, tehát hogy így most kb. az átadást követően, mert, mint a birtok átadást követően kész és Dunaterasz között két hónapon belül az összes kulcsot átadják. Ez a terv. Hogyan tervezik ezt? Ö, azt mondta a Duna a március 1-i tüntetésen, hogy nekik van egy közjegyzői szerződésük a késszel, ami azért jó, mert így hamarabb tudják érvényesíteni a benne foglaltakat. Elvileg már, már március 1-én kapott a kész egy végrehajtói felszólítást, hogy hagyja el a területet ők ennek nem tettek eleget, és most azt várjuk, hogy akár karhatalom segítségével is, de levonultassa a bíróság, a rendőrség, a végrehajtó a kész a területről. Erre azt mondták két hete, és ezért is beszéltük mi ezt múlt héten, hogy lehet, hogy már nem lesz relevanciája, sajnos még van, tehát még ez a levonultatás nem történt meg. Két hete mondták, hogy két hét, ez eltelt. Úgyhogy most azt várjuk, hogy vajon mikor történik meg. Ha minden igaz, ez most a bíróknál, vagy egy-egy egy bírónál, nem tudom konkrétan kinél azért... áll. Hát bármelyik napon meg elméletileg. Azért azt elméleti az megnézném a, a M1-en, hogy Magyarország legnagyobb projektjénél a rendőrségi karhatalom viszi a, a biztonsági építet, több milliárdos építetőt. <gül> Biztonságiait <laughs> lepakoltatja hát le, a kerisz. azért azt fejük, hogy ez nem történik meg. hogyha megjelenik a rendőrség, azért csak levonulnak Persze. Amuktól. Hát gondolom, hány szekus lehet ott? 20 30, Nem egyszer. úgy, ez nem, ez megjelennek már, az bőven elég. Nem azt mondom, csak most gondolj bele egy olyan híradó képre, ahol kint 20 rendőrautó egy új építési projektnél, ahhoz csak, hogy meg tudják kapni a, a végre a lakásokat a, a, a tulajdonosok. Remélem valaki kamerázni szóval fog. Ez, Azt látni ez, akarom, hogy ott mi történik. Mekkora balkán már gyerekek. Ez. Tényleg. Hát, vicc. Eh, sajnos ebben a viccben élünk, igen. De eh, ebben reménykedünk, hogy ez bármelyik napon megtörténhet ha jól tudjuk, akkor a Dunaterasz legalábbis így informált minket, akkor ők kérték ennek az ügynek a mielőbbi elbírálását, tehát hogy soron kívül mm -hmm. foglalkozzanak ezzel. Most a napokban azt hallottuk, hogy talán mégse kérték ezt, mert ezt azt hiszem ez a Pesti központi törvényszék csak, kiskor, csak hogyha kiskorúak vannak akkor érintettek, akkor, akkor tudja soron kívül kezelni. Hát egy csomó kiskorú érintett. Ja. igen, úgyhogy mi most pont ezen dolgoznak a, a, tulajdonosok közt lévő jogászok, hogy erre hivatkozva próbáljuk kérvényezni a soron kív, kív, kívüli elbírálást. Úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez minél előbb megtörténik. És akkor ez az egész, ahogy a Dunaterasz felvázolta, két hónapon belül az utolsó lakástulajdonosa lakás tulajdonosa is megkaphatja a kulcsot. Több száz kiskorú ott vacogott egész télen, konténerházakban a marinán, mert nem azt tudta jövő. átvenni a lakását. Abban gondolj hogy amikor végre át fogják tudni venni, át fogjátok tudni venni a lakók az ingatlanokat. Ott egy héten keresztül szerinted, szerintem 0-24 lakás avató bulik. Ott, a, ott, lesz, ott, lesz, a Budapest parádé kettő gyerekek. Mert egyszer lesz, átveszed szó? a... lakásodat, a kultúrat, és nem mesz majd kimenni belőle, nehogy vissza. Mindegyik kert mindig itthon marad. Kertkapcsolatos lakásnál, barbecue party lehet csapatni a kertbe. Így legyen, így legyen. Meg hát milyen összetartó lakóközösség lesz, amikor egyszer Ezt összetek, Mondani. Mindenki előre köszön a másiknak. Na, körbe az, már, az egészet. Már most, már most, az van egyébként. Kerékcserénél ugrik az egész ház. De jön az, az egész kicserénél. ház, lerobbantam, 40-en jönnek le tolni. An annak, annak, egyébként nagyon örülök, hogy legalábbis azok a jövendőbeli lakótársak, vagy, vagy szomszédok, akikkel én már beszéltem, mind nagyon jó fejek. Tényleg a közös cél az egyesített bennünket sokukat nagyon becsülöm. Tehát nekünk feleségemmel még nincs gyerekünk, de mindezok, mindazok, akik ezt gyerekkel csinálják végig. Az még kemény. Az nagyon... vannak, az olyanok, vannak olyanok, akik már ugye, egy használatba vételi után azért a laikus azt gondolja, hogy te már mindjárt. Szélegyenesben vagy. Viszont ez már lassan négy vagy öt hónapja megvan, és mégse vagyunk még csak És mondod benne, hogy sokan ezért eladták a már meglévőt. Pontosan. Úgy kell újat bérelniük, vagy visszabérelniük a sajátjukat, plusz pénz, plusz százezrek. És gondoljatok bele, hogy gyerekkel? Mivel, ja. mivel bizonytalanságban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mikor költözhetünk be, nem tudod, hogy hogyan old meg a lakhatásod. Airbnb-t vegyél ki? esetleg egy olyan lakást vegyél ki, aminél bukni fogod a kauciót. Ja, hosszú távra kiveszed, és két hónap múlva költözhetsz. Tehát én, megint nem Én jó. Pont, pont ezt számoltam, hogy ha egy hónapnál tovább tart a dolog, akkor jobban megéri a két, ha, két havi kaucióval elbukni. az életet. Viszont ha csak egy hónap, akkor jobban megéri az Airbnb. De ezek azok a kérdések, amik feldobsz egy érmét, és 50-50, és csak nem tudod, hogy melyik. ez Az a probléma, a, hogy mind a két uh, kérdésnél pénzbe kerül neked. Igen, igen. Itt maximum csak azt tudod méregelni, hogy kisebb, kevésbé fájjon, de mind a kettő fájni fog. De, de nem tudod, hogy melyik fog kevésbé fájni. Tört, tört, már nagyon túl vagyunk, de ez azért érdekel, hogy, hogy a ti szerződésetekben volt valami kötbér, illetve amivel majd hát valószínűleg majd el lehet számoltatni a Banán, Kajmán szigetek majd egy... Sok sikert. nem tudom, hogy Kajmán szigetek az a Kft. Ezt ugye a HVG cikke írt a maximum. De a lényeg, hogy volt, volt benne ködbér. Március 23 volt azt hiszem a műszaki átadásnak a, a deadline-ja. Ehhez képest négy hónap türelmi idő benne volt a szerződésben, amíg nem kötbérköteles a DTG felénk. A mi átadásunk azt hiszem szeptemberben történt, tehát ott volt egy július és szeptember közti két hónapos időszak, ami kötbérezhető, mert a kötbér a műszaki átadásig tart. És akkor itt jön ki megint egy tanuló lecke, amit. amit hogy nem a valós átadás, hanem. Igen, de. Mert nem ne, jár te, a kötbér. A... Tehát, hogyha, nem, tehát, hogyha De használatba, használatba vételi engedélyig kötik, az se jó. Birtokba adást kell nézni, Így mert van. az, az, tehát jó, az érdekel. Téged nem érdekel, hogy most műszaki átadás, vagy használatba vétel, vagy szerkezetkész, vagy micsoda. Birtokba adás, adás, ad, adás. tudjátok, adás, mi a leg, 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 most amiért kicsit kezdtem felbaszni az agyon? bocsánat, hogy nálunk adat. ingatlanosoknál ugye a birtokba adása a lényeg, ugye a birtokba adás. Ez ez egy, ez egy mint a, napa. Nem, az ez első a nap a... az pénzmozgás, minden... de ebben nem ennyi. Oké, okay, de ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem nem hülye gyerekek ülnek mondjuk akár a grande jogászai között, és nagyon jól tudták, hogy, hogy ne a birtokbaadást tegyék be a szerződésbe, mint ködbérnek az egyik időpontját. Nézzétek meg, mekkora ah, ez az? Ilyen. Azt gondolom, azt gondolom hogy ha a birtokbaadás lenne a ködbér időpontja, akkor a Dunaterasz is érdekeltebb volna abban, hogy leüljön. Pontosan így van. De megint csak, hogyha veszel egy lakást, újépítésűt, mi, mi előzetesen egy ügyvéddel egyébként konzultáltunk arról, hogy mennyire van rendben ez a szerződés, ő nekünk azt mondta, hogy ez teljesen megfelel a sztenderdeknek. Tehát nem, nem volt benne semmi olyan, ami elütne attól, amit máshol látnak az emberek. De ez még nem azt jelenti, hogy korrekt. Mert Magyarországon nem. azért a kivitelező cégek úgy dolgoznak, bocsánat, még a kisebbek is, hogy nem engedik oda az ügyvédet, csak az ő általuk ö, ö, megkonstruált szerződést tudod az adásvételi szerzőst aláírni, egy Annan betűt egy bötűt nem engednek benne módosítani. Mm. Igen. És annál az ügyvédnél. Így van, annál az ügyvédnél. Pontosan. De ez, hogyha valaki ebből tanulni <coughs> szeretne, akkor például itt vannak elásva azok a kiskapuk, amit egy laikus nem feltétlenül vesz mi is az a műszaki átadás, mi is az a használatba vételi engedély. Szerintem a lényeg, hogy a ködbérezés akkor tisztességes, hogyha a birtokbaadásig történik, mert neked a lakhatásodat addig kell megoldani. Így van. És azután így van. pedig már lesz hol laknod, azután nyilván ne legyen ködbér. Nekünk, még egyszer mondom, a műszaki átadásig járt a ködbér. Ez egy másfél-két hónapos időszak, meg van szabva, hogy hány százaléka már kifizetett összegnek, de ez egy semmi ahhoz képest, hogy neked milyen költségeid vannak arra, hogy nem tudsz lakni továbbra sem, sehol, hanem azt neked kell megoldani. Ez ugyanolyan dolog, mint a, a veszed tőlem egy autót, én odaadom neked a forgalmit, de a slusszkulcs van nálam. Ja, nagyjából, így van. Ott van az autó, vigyed. Nem adták de még a forgalmitban mondjuk nem vagy beegyezve, egy kicsit de még, még színesítsük. Csak, csak egy forgalmit adok neked, amiben nem vagy még beegyezve, plusz még a slusszkulcs van nálam. Hát Remély. nagyon bízunk benne, hogy azért ez hamar megoldódik. Én még arra is gondoltam, hogy egy év múlva visszajöhetsz, és akkor elmondhatod, -e, hogy remélyek, mi a nem. Helyzet? Nem, hogy milyen jó ott lakni már három hónapja, nem viccelek. Vagy akkor csináltok valami barbecue partit, akkor Nem, mondjuk ugye. az egy nem, komoly... azt mit csinálunk. Ha majd a, megy ki a rendőrség, az egy komoly TikTok videó. Az, az, az nem én. rossz, igen. Ahhoz az még egy nagyot meg. Ott fog é, menni. Reméljük nem várják meg. Ez nekik, nekik is kellemetlen, tehát azért én azt is nézem, hogy... Késznek is arra kell gondolni, hogy szeretnének azért ők még projekteket a jövőben. szeretnének el. Hát csak ha az életükért küzdenek? Igen. Ezt nem tudom, hogy így van. Ez amit beszéltük, hát akkor nincs, hogy mit nem tudni, nem tudni az, hogy most itt... Hát kinek azért 5 milliárd az azért 5 milliárd. Igen, simán lehet a mars, vagy a csodáljuk a a, hát annyi, a, hogy ez a, a az az halál Oké, csak ezzel ők előrébb kerülnek az 5 milliárdhoz. Tehát az már nyilvánvaló, hogy a Dunateras ki fogja várni, amíg a végrehajtó levonultatja akár karhatalommal is a készt. A Dunateras, ha le akarna, már leült volna. Nekik már rossz a Lehet, hogy ez csak azért a botrány miatt, hogyha nem kapják meg a pénzt, akkor legalább csináljanak nekik egy kis ö, tüzet. Igen, csak ennek van egy íve. Tehát botrány volt ez nagyon mondjuk két hete, még mindig azért porondon van, most is beszélünk róla, de Lassan, lassan ez erülés és egyre kevesebb jó, ember. De ez, beszéltük, ez a grandi sem jó. És lehet, nem. hogy erre, hogy az a, a I, kész, igen. hogy hogy ha már, ha már nem fizetek, akkor okozok minél több galibát. Ez egy csikengém, egy tudod, amikor jön egymással szemben az, hm. az autó, hogy ki az, aki elugrik. Elugri, elugri, Elrendcsokormány. Én, 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 én nagyon azt látom, hogy a Dunateras, ha le akart volna már ülni, hogy minimalizálja a saját kárát, akkor már megtette volna. Tehát jelenleg a kész egyedül bennünket szivat azzal, hogy nem vonul le, mert a Dunateras nem fog levonulni. A Dunateras nekünk. Nem fizet ezért ködbért. Nem látom, hogy, hogy az 5 milliárdból ők emiatt, hogy ott vannak, bármit megkapnák. Ha jogilag igazuk lesz, a bíróság nekik ad igazat, nem tudom. Akkor lehet menni Kajmás szigetekre? Ak akkor tudják pénzést. érvényesíteni vagy a részben, vagy egészben azt a követelést, ami a, ami a Dunaterasz felé fennáll de ennek nem az a módja a mi véleményünk szerint, hogy ők ott legyenek. Mert tényleg ezzel nem velük, hanem főként velünk, velünk tesznek rosszat. És ez nem morális rossz kérdés. az, tudom, de az, azért az is brutál, hogy, hogy visszafele működik, tehát tényleg ezt meg kéne egy kicsit reformálni, hogyha a Grande lépne fel, ahogy fel is lép újítás, vagy felúj, tehát pótlásokkal, meg, meg renoválásokkal, és jogosan tudja kérni, ezt visszafele már nincsen annyi eszköze, csak ez, hogy titeket szivat a késznek, hogy, hogy plusz A birtokon belül is, igen. igen, ez az egyedüli jogi Jó, eszköz. hát ez, ez egy nagyon kemény sztori, szerintem ezt még lehetne gyúrni, rágni, meg mindenféle, de hát egy órában ennyi fért bele, sőt több, mint egy, egy órában. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, és reméljük, hogy ez azért... Ez, Almarosan megoldódik igen, most már. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Hát ennyi volt, 167. Lufik. Nem Tüzi jön a lufink, áték, de Bármi. Tamás Józsi tudja, hogy miért üdvözöljük. Nincs. Üdvözlünk téged. Puszilunk. Te mindig nézed, úgyhogy... Ati hát, középen Sziasztok. a képet. Milyen középen, 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 van a kép. Van a kép. Na puszi, pacsi. Hello. Császtok. Gyertek el május 31-én. Hello.